Üdvözlök mindenkit! A mai kis videóban megmutatnám néhány sötétvörös vagy bordó színű, középérésű csemege szőlőfajtámat. Főleg természetesen azokat, amik jól teljesítenek és amik évről évre kedvenceim. Amit én a legkiválóbbnak tartok, ez a Nizina. Gyönyörű nagy fürtje és nagy bogyói vannak. Remélem jól látható a színe. Egy nagyon szép csemegeszőlő, nagyon finom is. Majd a bogyóit külön fogom mérni, de hát talán látszik és elképzelhető, hogy a legnagyobb bogyóinak a mérete eléri és meghaladhatja a 20 g-ot is. 16 g. 17 g. 19 g nem éri el a 20 g-ot, de keresgethettem volna még, és akkor lehet, hogy találtam volna. Sajnos mindenféle rovar ellen védenem kell az érőfélben lévő bogyókat, ezért a fürtöknek a nagy többségét hálózom. Így hibátlanok, szépek a fürtök. Még érnie kell, még hagyom, de a kisebbek már fogyaszthatóak. Általában szeptember közepéig, szeptember végéig szoktam tőkén tartani. Bizonyos fürtjeit még tovább is, de fokozatosan lehet szedni, ami a kisebb fürt, az már ragyogóan érett. Még ezt megnézzük. Kíváncsi vagyok, hogy van-e benne sérült bogyó. Ugye így néz ki maga a fürt. Hát ez teljesen hibátlan. Így könnyű, ugye, hogy a háló rajta van. Úgyhogy vissza is teszem. Ez a legnagyobb Nizina fürt a tőkén, jócskán kiló fölött van, hát ezt majd megmérem. Jellemzően ágas maga a fürt, eléggé tömött is, és látszik, hogy a bogyók ugye nem színeződnek ezáltal egyöntetően, van világosabb és sötétebb színű bogyó is, de már nagyon jó érés közeli állapotban van, és nem igen találok benne sérült bogyót a hálózásnak köszönhetően. Lombozatának a tetejét nemrégen szüntettem meg, illetve vágtam vissza, ugye jócskán visszahajolt. Hát azok a levelek, amik jelentősek és termelik a tápanyagot, azok többé-kevésbé egészségesek. Így, hogy ő is ugye július közepén volt utoljára permetezve. Ez a fajta tavria óriási fürtökre képes, de a bogyói nem túl nagyok. Nagyon tömöttek ezek a fürtök, és mivel középérésű, vagy kései beérésű fajta, ezért célszerű a fürtjeit szabályozni, mint ahogy ezzel a fürttel tettem, tehát a felső szintjeit megszüntettem, így is kaptam egy nagyon szép nagy fürtöt, és ez már egy egész jó kis érettségi állapotban van. Gyűrűztem is, és így jó sok tápanyagot kapott ez a fürt. Ez kerekítve 9 g, ez 10-3, ez ugyanakkor a 10-3, tehát elérheti a 10 g-ot a bogyóinak a
súlya. Hát meglátjuk, hogyha nem kap komolyabb esőt, akkor jó eséllyel ez a nagyobb fürt is beérik. Egyébként nagy terhelés alatt van a tőke, kísérlet szempontjából sok-sok fürt maradt rajta. 4-6 permetezéssel tökéletesen megvédhető. Házi kertben a fürtök védelme is egyszerűen megoldható. Gróf Monte Cristo szeptember 5-én korábban érik, mint a nizina, valamelyest, sötétebbek egy kicsit a bogyói. Szintén hatalmasak ezek a sötét bordó vagy vörös bogyók, de ennek a tőkének a termése egy kicsit szerényebb, mint a nizináé. Nem hozott akkora termést, de egy nagyon finom szőlőről van szó. Ő is ugye hálózva volt. Hát a fürt szám az megvan, mert itt is ez még ahhoz a tőkéhez tartozik. Csak nem olyan nagyok a fürtök, mint a nizináé, és érdekes módon bizonyos fürtjei még éretlenebbek szinte, talán nem kapott, hát valószínűleg nem kapott annyi napot ez az oldal, mint a baloldali. Egyébként nagyon szépek a fürtök, és nagyon jó úton van a fajta az érés felé, hát főleg ez a 4-5 fürt, a túloldalon is vannak, az az árnyékosabb rész. A levelek állapota megfelelő, szépen asszimilálnak, nem kell többet permetezni, meg hát eddig se kellett sokat. Mint említettem, nagyon finom az íze. Hát igen, nagyszerű. Elég jó kis cukortartalma van, és a savai is rendben vannak. Nagyszerű. A Monte Cristo bogyó méretei 12 g. És 15 g. Ez a fajta ennél jóval nagyobb bogyókra is képes. Hát nálam ekkora, így is nagyon szép. Ez is egy Monte Cristo tőke, és azért mutatom meg, mert ez rövid csapon van. 1 és 2 rügyes rövid csapokra metszettem ezt a tőkét. És a továbbiakban is így fogom. A fürtök nem túl nagyok, a bogyók nagyon szép méretűek. És nagyon jó az érettségi foka. Hát 1-2 évig fogom így tanulmányozni. Rövid csapon is lehet elérni vele eredményt. Hamarosan érett állapotba kerül a Dunav. Nagyszerű, kiváló strapabíró fajta. Nagyon masszív, kemény bogyói vannak. Nehezen sérül. Ezt a fajtát is védelemben részesítem, tehát a fürtjeit hálózom, de lehet, hogy ez felesleges és nem kellene. Azt hiszem, hogy nagyon nehezen tudják a rovarok kikezdeni.
hamarosan teljesen érett lesz. Eléggé megterheltem ezt a tőkét. De hát erős és bírja. Bízom benne, hogy hamarosan nagyon jó cukorfokkal ez születelhető lesz. Nézzük a Dunav méreteit. 10 gram. Hasonló. Ez pedig 11,5. Ez a fajta is képes nagyobb bogyókra, de ez is nagyon szép. Köszönöm a figyelmet, remélem tetszett ez a kis videó, további szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!